Az Inforádió Arena című műsorának rendkívüli kiadását hallják. Jó estét kívánok, én Exterde Tibor vagyok, a stúdióban pedig itt van Kis Benedek József, biztonságpolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanára korábban Izraelben szolgálatot teljesítő katonai attasi. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy kívánok. a megkívást. Az izraeli miniszterelnök bejelentette, hogy a Hamas elleni gázai szárazföldi műveletek a második fázisba léptek. A cél a terror szervezet felszámolása és a túszok kiszabadítása. Milyen eszközökkel csinálja ezt az izraeli hadsereg? Hogy kell elképzelni? Mit visznek, milyen terepen, milyen hőmérsékleten, hogy dolgoznak most? Először is meg kell ismerni az ellenséget, addig nem szabad támadni, még nem tudjuk, hogy mi van a másik oldalon. Gyakorlatilag hetedikétől kezdve folyamatos légi csapásokat lehet tapasztalni. Most már, most már, úgy lehet értékelni a helyzetet, hogy ilyen nappal, tehát nincs semmi szünet. Ez az egyik dolog. A másik dolog, nyilván a különleges erők közül már benn vannak jó sokan. Tehát az azt jelenti, hogy a szárazföldi erőknek is, a légierőnek is, és a haditengerészetnek is vannak különleges erői. Nem vagyok nagyon biztos abban, hogy esetleg nem erősítették meg őket amerikai erőkkel, ők is ott vannak a térségben, sőt, ugye Izrael körül tudjuk, hogy ott vannak az amerikai hajókötelékek, tehát onnan is lehet különleges erőket átcsoportosítani. A következő, és amire most utalta az izraeli vezetés, az az, hogy kisebb csoportokba, azt hittem, hogy a 45 fős csoportokba vonulnak befelé, rövid időre, megnézik, hogy mi újság van bent, próbálnak csapásokat végrehajtani, visszajönnek, és majd utána, hogyha megértékelik, illetve átértékelik a helyzetet, akkor újabb erőkkel mennek. Nem arra kell számolni, hogy itt nagy erejű támadás fog megindulni, tehát ez nem a, nem a lengyel síkság, ahol azért komoly erőket lehet harcba vetni, itt kisebb csoportokban tevékenykednek. Ugyanakkor azt is kell, látni kell, hogy nagyon ügyel az izraeli vezetés arra, hogy lehetőleg minél kisebb legyen a veszteség a saját öröknél természetesen, és hát a másik oldalon is, félve attól, hogy milyen lesz a nemzetközi reakció. Láthatjuk az elmúlt napok reagálásaiból, hogy elég kemény reakció van, nem Izraelbe, hanem az arab világban, Európában is lehet tapasztalni, egyesült államokban is. Tehát itt azért nagyon meg van szorítva az izraeli vezetés, ami a módszereket illeti. Egyébként pedig, hogyan csinálják itt a katonai fellépést? Hát a légit erő csapásain kívül, ugye ott vannak a 155-ös tüzérségi eszközök, ott vannak a Merkava harckocsik, és hát bőségesen használják a drónokat, bőségesen használják azokat az információkat, amelyeket a levegőből lehet összeszedni, és hát, hogyha kellő információval rendelkeznek, akkor rendelkeznek, akkor megindulnak abba az irányban, ami számokra fontos. Egyébként egyébként három irányba tudnak bemenni, tehát fizikailag nagyon nagy terület nem áll rendelkezésre, ismerve, hogy a gázövezetnek a kisméretét, hát azt tudom mondani, hogy lefelé déli irányba, tehát észak-déli irányba, ez olyan 60 km, szélességben meg 10-15, tehát nagyon sok minden nem lehet ott műveletet, nagyon sok szempontból nem lehetett műveleteket folytatni, de azért azt mindenképpen lehet látni, hogy erre az ideleg felkészültek. Tehát itt az izraeli hadsereget előtte egy kiképzési területen vitték át, ők felépítettek a negatív egy meglehetősen, nagy arab települést, ahol minden megvan, ami egy arab településre jellemző. Most ott őket gyakoroltatják, és a tesztek vannak. Ezen a teszten, ha átmennek, akkor vetik őket harcba, és ha nem mennek át, akkor addig gyakorolják, még ezt el nem lehet fogadni az eredményt. Tehát alaposan felkészítették őket, és már, már, arról nem lehet beszélni, nincsenek felkészítve. Itt a reguláris erőket, illetve a tartalékos állományt természetesen keverik. Megtörtént az összekovácsolás, ott vannak a haditechnikai eszközök utánpótlás logisztika működik, tehát tulajdonképpen, ha nagyobb erőt akarnak bevetni, akkor arra is megvan a lehetőség ez politikai döntés kérdése. Mire lehet felkészíteni egy izraeli katonát? Tehát arra, hogy lehet felkészülni, hogy bármikor, bármilyen irányból megtámadhatják? Teljesen felkészülni nem lehet, de ezen a tesztpályákon azért olyan akadályok vannak, amivel az életben is találkozhat. Tehát ami, ami újdonság, és ami nagyon nehéz, ez az alagutak. Tehát azt nem ismerik, a föld alá nem lehet látni. Ami a föld alatt van, azt viszont tudják, ismerik, és tudják, hogy körülbelül milyen irányokból lehetett Tehát fedezik, e, és hát erre föl vannak készülve. Arra nem, hogy mi történik az alagutak kiáratánál, hol van kiárat pontosan, hát ezeket próbálták felmérni a különleges erők, illetve próbáltak foglyokat ejteni, és ezekből a foglyokból kiszedik azt, hogy körülbelül mire lehet számítani akkor, ha katonai ebbe vonulnak a térségbe. Mit jelent izraeli zsargomban a különleges erő? Az izraeli védelmérők az ugye világon is általában elég különlegesnek számít, mert ez egy harcedzett haderő. Mi a különleges ezen belül Ebbe az a különleges, hogy nem lehet őket megkülönböztetni az araboktól. Tehát ugyanúgy néznek ki, semmiféle külső jel nincs, nyelvileg semmi gond nincsen. Tehát ugyanolyan öltözetbe, ugyanolyan megjelenéssel vetik őket harcba, ahogy az ottani lakosság van. Tehát ránéz valaki, akkor nem tudja megállapítani, hogy ez tulajdonképpen izraeli. Úgyhogy a felkészülés során ezeket gyakorolják. Egyébként pedig fedett állományban vannak. Tehát ők nem a hadseregben olyan tagok, akik egyenruhát viselnek, ők soha hanem nem viselnek egyenruhát, tehát ők, ők, speciális feladatra vannak kiképezve embereknek az elfogása, embereknek a megölése, ha arra van szükség, illetve alapvetően felderítő feladatokra készítik fel őket. Az a dolgok, hogy bemenjenek, Felderítsenek, likvidáljanak, majd épségben visszajöjjenek. Igen, igen, igen. Tehát ők tartósan nem maradnak ott, egy adott feladatra vetik be őket, azt a feladatot elvégzik, és jönnek vissza, aztán mennek majd be másik területen. Hogyan tudja megkülönböztetni egy különleges erőhöz tartozó katona, hogy ki az ellenség? Hát, hát... nem, nem feltétlenül látszik, hogy fegyver van nála ők azért, ők azért ha a másik oldalról honnan tudja megkülönböztetni, azzal különösebben nem foglalkozik. Ő azt nézi, hogy, hogy milyen feladatot kapott, milyen felderítési feladatot kapott, hogy most ki az ellenség, vagy ki nem ellenség, alapvetően mindenkit ellenségnek tekintenek. Tehát itt nem lehet azt mondani, hogy ez most hamaszos, és az ellenségnek számít, vagy egy normál e, e, lakos, aki ott lakik a gázai vezet. Hát nyilván azért e, van a külső jelek arra a vonatkozó, hogy most az viszont, harcos, vagy nem. Ez hát az nyilvánvaló, persze. Mi történik akkor, hogyha a különleges erők kijönnek, és bemennek a nem különleges izraeli erők? Egyetem mivel mennek be harckocsival? beférnek kocsival, egyáltalán? Kocsival, nem elsősorban van harckocsi is, de harckocsit nem erre használják, hogy bemenjenek, ha kell, párat bevisznek, de harckocsival van nehéz ezen a területen mozogni. Tehát itt nekik vannak olyan kis járműveik, amelyek egyébként rendkívül mozgékonyak, elférnek azokon a szűk arab utakon, amiket ugye hát most elég tisztességesen tönkretettek a légicsapások alkalmával. És hát arra is számolnak kell, és az Izrael ez már régi gyakorlat, hogy vannak nekik hatalmas nagy búldozereik, ezek amerikai gyártmányúak, páncélozott, és hát ezeket viszik magukkal. Ez erősebb, mint a harckocsi, tehát amikor például van egy terrorcselekmény bárhol Izraelbe, akkor ugye az a gyakorlat, hogy a terroristának a házát az teljes egészében szétrombolják. Na most erre a feladatra is használják ezeket a buldózereket. Előtte van egy óriási nagy páncírozott tolólap, azzal eltolják a romokat, mert ugye a házak most már ott nem nagyon vannak, főleg romok vannak, és attól kezdve el tudnak menni akár szállító, páncírozott szállító harcelművekkel, vagy pedig azokkal a kisebb izraeli kocsikkal, amiket felhasználnak erre a célra, amik szintén páncírozottak. Tehát nem feltétlenül a harckocsikkal kell számolni, mert a harckocsika nem nagyon lehet menni. Tehát ezekben a szűk utcákba, ezt már megtanulták ők is a saját tapasztalatok alapján, meg hát ha megnézzük, hogy mi történt Irakban vagy Afganisztánban, az amerikai tapasztalatai az irányadók számukra, tehát ők is tudják. De hát itt a, a területeken, a városokba is sokszor mennek be, és hát azt lehet látni, hogy nem harckocsikkal járnak, meg nem páncázott, tehát jó nem kisebb, mozgékony, rendkívül jól felszerelt, elektronikával megspékelt, kemény, hatékony fegyverekkel ellátott kis menek be. Mi az izraeli katona feladata ilyenkor? Az elfogás, a likvidálás, Micsoda? Minden, minden. Tehát a területnek az elfoglalása. Most ugye világosan megmondták, hogy a cél nem a Hamasz meggyengítése, hanem a cél a Hamasz megsemmisítése. Tehát a megsemmisítés, megsemmisítésben benne van az, hogy megölik. Tehát akik ott vannak, azokat megölik. Ugye előtte tudjuk azt, hogy az izraeliek alkalmazzák ezt a kopogtatást, az már szintén régi, régi dolog, régi támadásuk előtt is szokták, hogy a civil lakosságot kíméjék, tehát azok lehetőleg menjenek el, hát túl sok időt nem biztosít. Önök, de aki gyorsan mozog, az el tud tűnni. És hát azt kell, azt kell figyelembe venni, hogy itt alapvető cél egy, egy területnek a felosztása kis apróbb részletekbe, és azt a területet próbálják teljes mértékben elfoglalni. Tehát itt háztól, házig menő harcokról van szó, illetve tudjuk azt, hogy a lakosságot felszólították arra, hogy hagyja el az északi területet, és menjenek délre, a egyiptomi határ mellé, hát ott homokon kívül nem sok minden van, ott most felépítettek az ENSZ részéről egy e, sátortábort, ahova elhelyezik a lakosságot, és ezt próbálják az utánpótlást biztosítani elsősorban élelmiszer és víz vonatkozásában, de nem mindenki megy el. Vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy én innen nem megyek el, én itt laktam, én nem fogok sehova innen menni. Aztán van olyan, hogy a Hamas nem engedi őket elmenni, nem hagyják elmenni a területről, nyilván élőpajsként akarják a polgári lakosságot használni. Tehát ebből adódóan rendkívül bonyolult a helyzet, és nehéz kiválasztani azt, hogy most tulajdonképpen ki a cél. Ezek nem egyenruhás emberek, akik szemben állnak, hanem ugyanolyan, mint az átlag ember. A terroristák nem mennek ilyenkor el arról a területről, amit az izraeli haderő a legnagyobb intenzitással támad? Hát Miért a... nem tenni? Hát nem egy minden... majd visszajön amennyire lehet elmennek. Tehát biztos vagyok benne, hogy a Hamas aktivisták közül is jó néhányan elmentek délre. Hát ott is készülnek arra, hogy esetleg a későbbiek folyamán, sőt, szinte biztos, ott is lesz tisztogató, kutató, felszámoló művelet. Ugyanakkor hát a vezetés, az igazi vezetés, tehát a Hamas politikai vezetés, illetve katonai vezetésnek a főső része, azok nem a gázai vezetben tartózkodnak, hanem Katárba, különböző, különböző külföldi országokba, és semmiképpen nem ezen a területen vannak, mert hát nyilván ők nem akarnak meghalni. Tehát itt azért pontosan tudják azt, hogy mivel kell most számolni, és az itt ebből nagy titkot nem is csinálnak, hogy ők most milyen célokkal mennek be erre a területre. Van. Izraelnek képessége arra, hogy a más országban tartózkodó Hamas vezetőket likvidálja. Lehetett látni korábban más területeken is Igen. hajtott végre, akár rakétás csapásokat is pontosan. Van, van ilyen képesség. Hát láttuk, hogy jó pár embert megöltek már különböző külföldi országokban, akár Iránban is, tehát ez, ez, a, ez, a, képesség megvan. Ezek a különleges erők, ezek máshol is tudnak tevékenykedni, nem csak a gázai vezetbe, illetve hát a Mossadnak is vannak különleges erői, akik fel tudnak használni, nem csak az Izrael hadseregnek. Most itt a gázai alapvetően az izraeli hadsereg, beszélek. Itt viszont elsősorban a Mossadnak az emberei, akik szintén különleges képzés kaptak, és hogyha kell, akkor külföldön beavatkoznak. De ne felejtsük el azt, hogy olyan helyen, akik, a felső tartoznak, nem a könnyen lehet őket megközelíteni. Tehát testőrség van, több ember védi, olyan épületekben vannak, ahova azért nagyon nehéz bemenni. Tehát egy, egy katari, épületbe azért az megy be, aki beengednek. Tehát nem, nem lehet nagyon könnyen elmenni. És likvidálni ezeket az embereket, nem beszélve arra, hogy mindenütt testőrök vannak. Tehát nekik azért megvan szervezve a védelmük, én ezt mondom, hogy eléggé biztonságos módon. De kinek a dolga most ennek a konfliktusnak a kezelése van az izraeli védelmérők, az IDF, a hadsereg? Van a Mossad, van a Sindét, van a rendőrség, a belügy. Ki dolgozik itt most? Itt ebben nagyon pontosan meg van határozva a ha szabadért mondanom, hogy kinek mi a feladata. Tehát a külföldi hírszerzés az alapvetően a Mossadnak a feladata. Ők a gázai övezettel, illetve az Izrael belső területével, Cisziordániával nem foglalkoznak nekik, ez nem feladatok. Ők az arab országokban lévő ellenséget próbálják feltérképezni, illetve a különböző zsidó közösségeknek a védelmét látják el szert a világot. Tehát mindenütt előfordulnak, és nekik ez az egyik fő feladatok. Hát ezen kívül persze nyilván folytatnak technikai hírszerzés, tehát amivel a saját hadsereget lehet fejleszteni. Lényeg az, hogy a gázai övezetben ezt a, 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 moszadot, mert ők nem felelősek ezért területi. Aki alapvetően felelős, az az IDF, tehát az izraeli hadsereg. Hát, hogy ennek van három katonai körzete, a délihez tartozik nyilván a gázai övezet, van a középső, ami Jeruzsálemben van, illetve az északi, ami egy külön, katonai körzet, meglehetősen erős, figyelembe véve az, hogy fönt az ellenség, mármint a libanoni oldalon azért nem semmi, hogyha megnézzük a ezból a képességeit. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy emellett, Nekik hegy kell állni a ciszi -Ordán területeken. A ciszi -Ordán területeken ők ugye azt mondják, hogy a területek, mi azt mondjuk, hogy a megszállt területek, tehát ahol az izraeli eh, megszállás tart, illetve hát amit őt ellenőrzés alatt tartanak három zónába, ABC zóna, az A zóna, az általában a városok, a palesztin városok ezek a legkisebbek, hogy egyébként a területet illetően, ez azt jelenti, hogy palesztin közigazgatás és palesztin biztonsági ellenőrzés. A b -zóna az vegyes palesztin közigazgatás, de izraeli biztonsági ellenőrzés. És a C-zóna pedig mind a kettő tevékenykedik, de főként az izraeliek. Tehát, és ez a legnagyobb terület. Na most, az izraeli hadseregnek arra van felhatalmazása, hogy ezeken a zónákban, a zónákon belül tevékenykedjen. A C-zónában az izraeli rendőrség is védi a területet. Egyébként pedig a zsidó területeken, tehát Izraelnek a, a Tel Aviv, Hajfa, tehát a városi és egyéb területeit, ami, ami tényleg maga Izrael és nem megszállt terület, ott az izraeli rendőrség az illetékes. Tehát ők nem mennek Gázába, viszont ha Gázából kijönnek, akkor Asdór, Askelon, stb. ezeket a városi a rendőrség a felelős. Értve, most egy rendkívül helyzet van, tehát háborús helyzet van, nyilván ilyenkor a rendőrségnek besegített a hadsereg, tehát ők ott is vannak, de alapvetően biztonsági szempontból a rendőrségnek a feladata. Operatív területen pedig az információ gyűjtés szempontjából az Izrael belbiztonsági szolgálat símbetnek a feladata, a teljes területen történő tevékenység. Nem véletlenül tapasztaltok azt, hogy a simbetnek a vezetője a ADF-nek a vezetése, tehát a vezérkari főnök azt mondta, hogy meg a hírszerző főnök, katonai hiszező és az amannak a főnöke, azt mondta, hogy én felvállalom a felelősséget azért, ami történt. Hát majd meglátjuk, hogy utólag milyen felelősségevonások lesznek. Az biztos, hogy lesz, nagyon kemény, nagyon kemény vizsgálatok lesznek. Ezzel, hogy most felvállalják azt, hogy ők a hibások vagy a felelősök, nem mentik őket. Tehát itt, itt nagyon nagy felelősségvonalások lesznek. Ha megnézzük a 73-as háborút, a Jonkipuri háborút, hát utána és a kormány is lemondott. Galdolda Galdóda azonnal lemondott, utána leváltották a védelmi misztet Most egy Tehát itt én úgy gondolom, hogy ha lezajlik ez a küzdelem, ami nem lesz rövid, tehát még ezzel egy kicsit várni kell, utána nagyon komoly elszállamoltatások lesznek. Nem lennék meglepve, az érinteni Benjamin Netanyahu-t, aki még eddig nem mondta, hogy én vállalom a felelősséget, pedig mi az izraeli szokás ilyen helyzetben, háborús helyzetben? Ki mondja ki a végső szót? A katona, aki tudja, hogy mit lehet az adott területen csinálni, vagy a politikus, aki elvárja a katonától, hogy azt is csinálja meg, amit nem lehet? Jó kérdés. Először is azzal kezdődik az egész, hogy ugye a kormányon belül most kivivítették a kormányt, és a ellenzékből is bekerült néhány ember. De bevették mindenképpen a volt vezérkari főnököt, bevették a volt miniszterek, akik komoly tapasztalatokkal rendelkeztek, tehát katonány, nyilván katonai volt, persze, hogy ismerik a Öreget. Még ismerik azt, hogy mit kell tenni, többször vezettek már ilyen műveletet, tehát képbe vannak. Na most a gyakorlat az úgy néz ki, hogy a döntést, hogy megyünk vagy nem megyünk, vagy növeljük az ott lévő erőknek a létszámát, növeljük a behatolás mélységét, növeljük a katonai intenzitásnak az erejét, ezt már miután a zöld jelzés megvan, hogy igen, menni lehet, a részleteket azt a vezérkar dolgozza ki. Ezért Karimbalúj van egy hadműveleti csoportfőnökség, és ők készítik el a terveket, illetve hát a tervek gázára vonatkozóan nyilvánvaló készen vannak, azt le kell porolni, át kell uh, adaptálni kell a jelenlegi helyzethez, és ennek megfelelnek. Attól kezdve, hogy a politika megadta a zöld lámpát, és megkapták a felhatalmazást, adtuk ez az ő felelősségük ennek az egésznek a további vitele. A politika már ebben nem szól bele, de az egész döntésbe most az a gyakorlat, hogy egy nagyon szűk csoport vesz részt a kormányból is, mert a kormányban is vannak olyan személyek, akik ebbe a témába illetéktelenek. Tehát, hogyha megnézik azt, hogy a kormányon belül kik döntőnek, hát azok, akiknek ezen a területen van tapasztalatuk. Most nem akarom bántani a Sassz pártot, aki úgy egyébként nélkülözhetetlen, hogy bele legyen a vezetésbe, hát ők még katonák se voltak, mert ők nem harcolnak. Nekik, nekik ugye, mint vallásosok, az a dolgok, hogy őket védjék meg. Ők a döntésbe sem vesznek részt. Tehát született egy megállapodás, most rendkívül helyzet van. Nyilván átadták annak a szükségcsoportnak a politikai irányítást is, akiket kijelölt a miniszterelnök. A, gáza, a gázai vezet jelenlegi helyzetére lehetnek tervek? Hát azt 2007-ben felhagyták, onnan az izraeliek kivonultak, átadták a palesztin hatóságnak. Aztán a Hamas ott az úr, azóta alagutak épültek, vagy lehet, hogy korábban is voltak tervek mennyire pontosak ilyenkor? A tervek arra vannak, hogy merről kell indulni, milyen erővel, körülbelül hányan vannak, tehát pontos részletes nem lehet nyilván, azt, azt kiegészítik az információkkal, de azt azért mindenképpen tudni kell, hogy az elgondolás azért van, hogy hol mennek be, hogyan mennek be, ismerik, folyamatosan követik, működik a műholdas felderítés, működik a légi felderítés, működik az ügy, ügynöki felderítés, amely a hadsereghez is tartozik, illetve a tartozik, tehát itt azért megvan az, hogy ki miért felelős, és próbálják a másik felet, amennyire lehet hát, információt összegyűjteni tőlük. <kül> Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy az megnehezült. Tehát nagyon nehéz most az információgyűjtés, pontosan azért, mert nem tudnak bemenni, Pontosan azért, mert azon, azon emberek, akik együttműködtek az izraeli hatóságokkal, azok most nem működnek együtt. Hát nyilvánvaló, hogy nagyon ügyelnek el arra, hogy el ne kapják őket, mert elkapják, akkor nincs bírósági tárgyalás, hanem azonnal a kivégzített akasztás, nyilvános akasztás, hát általában az Izrael együttműködik le, ilyen sorsvár. Úgyhogy nagyon szerény a humán információszerzési lehetőség, de technika van, azt azért tudják használni, most már ugye a drónok is nagyon-nagyon üzemelnek, és hát nem szabad elfelejteni azt, hogy azért technikai szempontból az izraeli haderő az azért lényegesen magasabb színvonalon van, mint a másik oldal. A Hamasnak milyen eszközei vannak? Azt láttuk, hogy sárkányrepülőkkel repülték át a falat. Ahhoz valahol gyakorlatot kellett szerezni. Nehéz elképzelni, hogy senki nem látta. Ismeretem szerint kim volt a Kiránban, és iráni gyakorló tereken próbálták ezeket kiképezni, illetve képezték ki őket, mert Naivitás lenne azt feltételezni, hogy ezt az október 7-i akciót ezt a Hamas szervezte volna. Tehát itt nyilván külföldi részvétel volt, külföldi kiképzők voltak, és külföldi tervek voltak, vagy legalábbis közös tervezés. Ezt lehetett látni pontosan azokból az akciókból, amit végrehajtottak. Hogy most mi van, milyen eszköz áll rendelkezésre? Hát nyilvánvaló, hogy nagyon ügyeltek arra, és pontosan tudják, hogy az izraeli hadsereg lehallgat, amit csak lehet. Tehát a megszólalt egy telefonon, minden mindent tudnak és értékelik nem használnak telefont. Tehát, ha nem használnak telefont, akkor hiába működik nagyon a lehallgatás, nincs mit lehallgatni. Ha nem használnak telefont, akkor hogy kommunikálnak egymással? Nyilván nem rádió. Személyesen, nem, nem rádió, se rádió, semmiféle technikai eszköz, semmiféle olyan eszköz, ami kiad bármilyen jelet. De az izraeli katonáknál is így van. Tehát az izraeli katonáktól, ha műveletben vesznek részt, lezelik a telefon. Nincs telefon. Nem működik egyáltalán, nem úgy van, mint Ukrajnában volt, hogy megérkeztek egy szállodába katonai vezetőket egy csomóan, megszólalt millió telefon, nyilvánvalóan rögtön odavágott az ukrán hadsereg, igen, az ukrán hadsereg, és nagyon sokan meghaltak. Nincs, itt nem használják a telefont. Hát most meg egy olyan helyzet állt elő, mióta szárazföldi hadelő is bevonult részben, és szeretném mondani, hogy részben, hát most már nincs áram gyakorlatilag e, azt jelenti, hogy Hát ha nincs áram, akkor nem tudják a telefont feltölteni, tehát elemezet tudnák használni, nincs internet, nincs összekötetés, tehát itt, itt, azt jelenti, hogy erre egy fiam futás indul, és a vitt tovább ért. Tehát nagyon nehéz a kommunikáció. De kell a Hamásnál, például a Google meg a víz, mert néhány nappal ezelőtt volt egy ilyen információ, hogy az izraeli hadsereg kérésére ezt a két szolgáltató lekapcsolta. Az egyiket mondjuk könnyű volt azonnal meggyőzni, mert az izraeli. Az, azonnal lekapcsolják, tehát ezek, ezek nem működnek. Ezeket ebben a helyzetben el kell felejteni. Tehát most ilyen nem működik. Az izraeli hadseregnek viszont van saját rendszerük, tehát ők nem a szolgáltatók által használt lehetőségeket dolgoznak, hanem az izraeli hadseregnek saját telefonrendszere van, ami védett, titkosított, tehát ők ezeket tudják használni. Most ez nem az, azt jelenti, hogy a Mosi az fölhívhatja a családját, hanem a hivatalos kommunikációra gondoltam, ami a hadsereg vezetéséhez szükséges, ez megvan természetesen. És ott hát vannak a rádiókészülékek, amelyek titkosítottak. Milyen eszközei, fegyverei vannak a Hamasnak? Mire kell számítani egy izraeli katonának, hogyha szembe jön vele? Géppisztoly, maroklő fegyver, rakétavető? Mi, van? Hát ezt is vannak rakétáik, azt tudjuk, hogy mennyi rakétát használtak, rengeteg van. Hát ki tudja, még mennyi van az alagutakba, ezeket nem lehet tudni. De ez nem közelharcra való, azzal a másik való kell a jó öreg AKM gépisztoly. Ezeket mindig. használják, hát azokban bőven közelejten sokat lehet találni, úgyhogy... Találtak ott egyébként magyar, magyar AKM géppisztolyokat is, annak idején mi szállítottunk Szíriába, szállítottunk Irakba, hát ezek az Isten tudja utána hová kerülnek, aztán ide is kerülhettek. Engem emlékszem, behívtak egyszer, fogtak egy iráni hajót, és hát azon rengeteg fegyver volt és többek között volt rajta AKM géppiszta is, AKG piszta akkor még AKM nem volt és kirakták egy szőnyegre, megnézték a gyári számot, a gyári számból pontosan lehet tudni hogy hol gyártották sőt még az alkatrészből is lehet tudni és megkérdezték, hogy hát mikor adtunk mi el ezekből hát volt négy időszak, amikor mi szállítottunk Irakba, illetve Szíriába fegyvereket, nem is keveset. tehát nyilvánvaló, hogy utána hogy hova került, a senki nem tudja megmondani de hát fegyverek az ugorzás cserének általában. Mekkora utánpótlásuk lehet? Van -e erre egyáltalán bármilyen becslés a Hamasnak? Azt lőszerből, nem tudjuk, Azt nem, azt nem tudjuk jelenleg, hogy az, az alagutakban mennyit halmoztak fel. De most itt azért már pár évvel eltelt az előző háború óta, ők nem most készülnek erre fel. Tehát kezdettől fogva, ahogy építették a különböző alagutakat, és ugye több száz kilométerről van szó, azt lehet mondani, hogy ott azért nagyon mennyiségű fegyvert halmoztak fel, és nyilván lőszert, nyilván üzemanyagot, és hát, hogy kell, akkor éppen tudnak szállítani. Nem könnyű, mert egyébként az alagutakon, hát szerintem most már az egyiptomiak is figyelik ott a mozgást mert nekik is érdekek, hogy itt mondjuk a konfliktus ne terjedjen át egyiptomi oldalra, de hát a tenger is olyan, hogyha nagyon muszáj, akkor ha nem is Izrael mellett, de valamilyen egyiptomi irány felül esetleg be tudnak hozni eszközöket, hát halászhajóknak ki lehet menni, nem messzire, tehát az átlagosnál jóval kisebb engedély van, hogy elhagyják a területet, és hogyha azon lépnek és az izraeli tengerészet ezt észlel, akkor szétlevük őket azonnal, tehát ezzel nem sokat ö, vacakolnak a helyzet az, hogy azért a lehetőség megvan. Nem feltétlenül az arabok, lehet, hogy éppen, már mármint a gázaiak, lehet, hogy mások szállítják nekik, és valahol átadják, akár a tengeren is, de el tudom képzelni, hogy az alagutak közül még van néhány, amely az egyiptomi határon keresztül, a határ alatt átjön, és nem tudták felderíteni sajnos. Érdemes azt számolgatni, hogy az izraeli hadsereggel szemben hány Hamas terrorista van. Az egyik egy reguláris haderő, a másik meg nem. Hát egy terrorszervezetre soha nem lehet tudni, hogy hányan vannak. Ott mindig cserélődnek az emberek, erősítenek, kooperáció van a terrorszervezetek között, tehát kerülhetnek oda emberek különböző irányokból. Szerintem nem sok, de azért becsülő lehet, hogy a 30-40 ezer fő van, aki a stabil állományhoz tartozik a, a Hamasnak. És hát azt azért lehet látni, hogy próbálnak toborozni embereket. Na most mit mondjak, egy ilyen háborús körülmény, az segíti a szervezetet abban, hogy önkéntesek álljanak be. Tehát itt olyan nagy a gyűlölet, hogy igencsak örömmel mennek, harcolni kell, fegyver kell fogni, megyek, tehát nem probléma a toborzás. De az önkéntes mit tud csinálni, amikor egy kiképzett katonával találja magát szembe? Hát, hogyha van neki olyan eszköz, amit tud használni, hát látjuk, látjuk hogy robbantásokat hajtanak végre, kapnak, kapnak egy RPG-t például, kapnak egy gépkarabét, ezeket tudják használni. Tehát ezeknek is van természetesen a civileknek is békeidőben felkészítésük. Tehát, hogy most hova áll be, vagy mit csinál, az egy részletkérdés. A fiatal fiúk azok megkapják a kiképzést, tehát nincs ilyen nagy probléma. Ez is nem a bonyolult haditechnikai eszköz kezelnek ezek, tehát robbantani lehet, harckocsit fel lehet gyújtani, molotov koktéllel embereket lehet dobálni, akik mondjuk gyalogosok. Tehát itt azért vannak olyan úgynevezett aszimmetrikus módszerek, amiket tudnak használni. És erre Abszolút vevők a, a palesztin lakosság részéről. Azt kiderült, hogy az október 7-i műveletet azt milyen parancsnoki rendszerben hajtották végre? Hogy kommunikáltak egymással? Ki adta ki a parancsot? Honnan tudták, hogy hova kell menni menet közben? Tartották-e valami parancsnokkal a kapcsolatot, nagy vagy előre mindenkinek meg volt a dolga, nagy hogy Valószínűleg ez? ezt úgy készítették elő, hogy személyes felkészítéssel, kevesen tudtak róla, azt azért később kiderült és bevallották, hogy itt nagyon kevés ember tudott arról, hogy támadást indítanak. Tehát eleve szűk volt az a réteg, aki tudta, hogy mi lesz. Egyébként pedig az izraeli hadsereg sem számított arra, hogy Hamas részéről induljon támadás, mert a Hamas az utóbbi két-három hónapban csendben volt. Ők nem hajtottak végre a menéletet. A palesztin izlám dzsihát támadott, és ők indítottak rakétákat Izrael ellen. Hamas kormányzott. Tehát olyan ügyesen leplezték azt a szándékot, hogy egy támadó hadműveletre készülnek, hogy senki nem vette észre. Hát most én nem akarom itt az izraeliteket hibáztatni, de sok történt, tehát ezt nyilván ki fogják deríteni, és én most megnéztem azt, hogy mi volt 1973-ban, borzalmasan hasonlítanak az események egymásra, attól függetlenül, hogy azóta már eltelt 70 év, tehát itt, itt egy nagyon alapos feltáró művelet kell, mert, mert az, hogy nincsenek ott a eszközök, nincsenek ott az emberek ezen a területen, azért ez nem megengedhető egy olyan helyen, ahol bármikor várható támadás, mint ahogy ugye korábban is előfordult. Ők arra számoltak tévesen, hogy a Hezbollah részéről lesz támadás, ami még most sem biztos, hogy lesz, de ők erre számoltak. Tehát itt hiba történt. Stratégiai melléfogás volt. Tehát itt, itt az, hogy készenlét, az nem működött és ez nagyon furcsa dolog az, hogy hát ezt a Hamas kihasználta, és nyilván nekik voltak információik, tehát el tudom képzelni, hogy a külföldi erők részéről, hát itt elsősorban az iráni forradalmi gárdára gondolok, megkapták azt a szükséges információt, ami fontos ahhoz, hogy elindítsák a műveletet. Ráadásul, amire rákérdezett az előbb, hogy hogyan kommunikáltak, elmentek Libanonba és ott tárgyaltak. Vagy elmentek Iránba, kerülő úton természetesen, és ott megbeszélték a feladatot. Nyíltan, nyugodtan, egymás között voltak, és mindenkit megkapta a feladatát. Hát ők ezt utána a rádió tilalom van és telefon tilalom, tehát meg lehet -e szervezni, hogyha valaki ezt ügyesen próbálja megvalósítani, és hát ebben a helyzetben azt tudom mondani, hogy sikerült. Mit kell az izraeli hadseregnek a gázai jövezetben elfoglalnia ahhoz, hogy azt mondja, hogy sikert értem el? Az most egy lerombolt terület. Hát hetek óta tüzérség dolgozik, ágyúzzák. Össze van romulva minden. Egy romhalmazt kell elfoglalni? Hát itt, itt azt lehet fölfogni az izraeli hadsereg részéről, hogy aki a gázai vezetben tartózkodik, hamas vagy nem hamas, az mind ellene van. Tehát itt most a lakosság és a polgári lakosság is azt mondja, hogy élünk vagy meghalunk. És most már elég ebből a megszállásból, ők ugye ezt mondják az izraeli e, hadseregnek a terület zárására, és hát ennek érdekében maximálisan támogatják a Hamasznak a tevékenységét. Mit kell elfoglalni? Hát a vezetési pontot, ugye azokat már egy párat eltaláltak, ezeket nagyjából tudták előre, hát nem olyan nagy terület az, hogy az izraeli hadsereg ezt ne ismerné. Ne felejtsük el, hogy korábban az izraeli hadseregben volt a gázai vezetbe, tehát ők azért tudják, hogy hol mi volt, meg tudják számítani ezt, hogy hová mit lehet tenni. Nyilván egy homoksivatag kell, és közepére nem fognak telepíteni egy vezetési pontot, de hogyha egy kórház alá berakják, és ott kiépítenek, vagy egy iskola alá egy olyan bunker bunkerrendszert, a sok mindent el lehet helyezni, akkor ezek nyilván működnek. Mi a cél? Ezeket le kell bombázni. Vagy nagy magas épületekbe. Ezeket a nagy magas épületek, amik vannak Gázában, 10-20 emeletes épületek, ezeket az európai országok építettek, ők, ők, ott, ők elsősorban és az északi országok. Na most ezekbe azért el lehet helyezni sok mindent, akár fönt, akár pedig lent. Ezeket támadják. Tehát mert itt az épületekből már a jellegéből is lehet arra következtetni, hogy vajon lehet-e ott valami olyan, amit a hamaszok sok használnak föl. Az izraeli doktrína szerint, ha tudja, hogy egy épületben akár milyen is legyen, akár kórház, akár iskola, Hamas bázis van, Jogosan támadható? Teljesen jogosan támadható, mert hogyha nem arra a célra használják a kórházat, hogy betegeket gyógyítsanak, hogyha az oda küldött üzemanyagot, amit most ugye a nemzetközi szervezetek szállítanak, hát most ott is meg vannak fogva, nincs kommunikáció, de ha az üzemanyagot arra használják, hogy mondjuk szellőztetés meg tudják valósítani a bunkerekbe, akkor nyilvánvaló, hogy támadható. Vagy a Hamas által üzemeltetett helyeken a jelzőrendszerek, a biztonsági jelzőrendszerek áram nélkül nem működnek. Tehát ahhoz üzemanyag kell, mert ugye az áramot azt agregátorokkal állítják elő. Na most ez a helyzet pikantírja, hogy ezeket nem a kórház kapja meg, és nem a beteg gyerekeknek az inkubátorokba adják az áramot, hanem saját maguknak. Ugye ez most elkölcsös, vagy nem, azon ne, ne nagyon lovagoljunk nyilván erköstelen, de hát tulajdonképpen most itt háború van, és élethalál kérdése van. Tehát, hogyha ők nem tudják felhasználni azt az üzemanyagot áramfejlesztésre, amit úgy egyébként az egész szállítanak most is, lehet látni néha azért érkeznek szállítmányok egyiptomi oldalról a raffai átkelőn, hát ez, ez, ezek a hamaszhoz kerülnek, és nem a kórházakba. Tehát ebből adódóan nyilvánvaló, hogy most az első, mint általában a háborús helyzetekben szokott, szokott lenni, a hadsereg ellátása ők is így gondolkodnak. Nyilván a, a Hamas propagandája és az izraeli propaganda is a neki megfelelő képeket fogja akár valós időben a telefonjainkra továbbítani. Természetes. Hit, melyik oldalt köti inkább a közvélemény nyomása, akár a belső. akár függ, külső Attól függ, akár melyik a Én általában az szoktam nézni, az utóbbi három napban csak gyerekeket mutogatnak. Tehát az azt jelenti, hogy sebesül gyerek, haldokló gyerek, ellátatlan gyerek. Egyedül kóborló gyerek, tehát ezt lehet látni, nyilvánvaló, hogy ez a propaganda része. De hát olyan háborút nem tudok mondani, hogy a propagandát ne használnák ki. Izraelek is kihasználják, természetesen miért ne használnák ki ez egy lehetőség, és hát a médián keresztül lehet az embereket különböző irányba befolyásolni, és mindenki a saját szándékának megfelelően befolyásolja. Most már nem működik a Hamasznak a rádiója, nem működik a Hamasznak a televíziója, tehát azon keresztül ők nem tudnak befolyást gyakorolni a lakosságra, szokták megtámadni az izraeliek, de hát azért vannak külföldi állomások, ezeket meg nem lehet elhallgatni. Mi az izraeli politika az izraeli túszokkal kapcsolatban? Lehet tárgyalni, vagy nem lehet tárgyalni? Ez egy nagyon kényes kérdés, és rendkívül kényes. Kényes abból a szempontból, hogy sok ember van, tehát több mint 200 ember van túszként jelenleg fogva Ezen a területen ők a hamasza nem tárgyalnak. Semmilyen szempontból. Tehát, amit lehet csinálni, közvetítőket alkalmaznak. Hát itt elsősorban Katár, aki jóban van a Hamasszal, és ők azért tárgyalnak de egyéb Tomi katonai hírszerzés is részt vesz ebben a folyamatban. Uram, bocsán, az oroszokra is. Azért elég jó kapcsolata van nekik a Hamasszal, és fogadták a Hamassz delegációját. Nem is egyszer, tehát ez nem feltétlen városnézési célral történt, és több alkalommal volt már ebben a témában tárgyalás. Nagyon-nagyon kényes, Izrael nem szeretné azt, hogyha, ugye itt vannak kettős állampolgárak. Izraelben az a szokás, hogyha valaki tud szeretni egy külföldi útlevelet, akkor legyen neki egy külföldi útlevél állampolgársággal együtt, és hát jobban tud utazni, mint egy izraeli útlevéllel, vagy ha baj van, akkor el tudja hagyni az országot. Ezért kell a külföldi útlevél, hogy legyen a zsebébe nagyon sok embernek ilyen. Ugyanakkor az izraeli vezetés most bejelentette, hogy nem szeretné, hogy egyes országok külön tárgyalás folytassanak, mondjuk akár a Hamasszal is, vagy a Hamasszal jóba lévő országokkal, hogy az ő embereiket engedjék ki. Ezek, még egyszer mondom, izraeli állampolgárok, csak kettős állampolgárok. A helyzet az, hogy ezt valahogy egy csomagban kellene rendezni, de hát most jelentette be a Hamasz, éppen tegnap vagy ma, hogy az összes foglyot kiengedik, amennyiben az izraeliek kiengedik az összes palesztin foglyot. Az mennyi? Ez több ezer, olyan ezer. Olyan ezer körül van azt mondják, hát ezt pontosan nem lehet tudni, de hát ezek között olyanok is vannak, akik terrorcselekményt követtek el. Ebben valami megegyezési lehetőség van, mert emlékszünk a Giládot is annak idején öt évig tárgyalták ezt a témát, tehát nem egy egyszerű dolog ez. Hogyha ebben megegyeznek, akkor ki lehet engedni. Tehát a Izrael vezetés úgy dönt, hogy a összes palesztin fogot kiengedi, akkor most <köszön> kell fogják engedni ezeket az embereket. De hát itt, itt nagy kérdés, ezt el kell dönteni, politika kérdése. Ezt a politikai vezetésnek kell eldönteni, hogy belemennek egy ilyenbe, vagy nem. Vagy játszadoznak. Az azt jelenti, hogy először a gyerekeket, nőket, Időseket, betegeket azokat kiengedik. Azokat, akik az Izraeli hadsereg részéről vannak jelenleg palesztin tuszként fogvatartva, azok a legutoljára fognak maradni, aztán meg meglátjuk, hogy kiengedjük-e, vagy nem. Izrael ennyit mondott már több alkalommal, és ezt nem most kezdte, hanem korábban is mondta, hogy akinek a kezéhez vér tapad, azokat nem fogják kiengedni. De hát nem mindenkinek kezébe, nem mindenkinek a kezéhez tapad vér. Ott nagyon sok olyan ember van, aki hát ter terror közelébe volt, akit ott tudtak gyűjteni, ezeket begyűjtötték, és már is bezárták. Hangsúlyozza a bíró nélkül. Az izraeli közvélemény, azok a családok, akiknek hozzátartozója vagy barátja van a Hamas fogságába, azok képesek az izraeli kormányra bármilyen nyomást helyezni, vagy háborúban ez nem szokásott. De szokásos. Szokásos, mert, mert ugye az izraeli lakosság azt mondja, hogy ennyit nem tudtok megtenni. A hadsereg arra képtelen, hogy elvitték a gyerekünket, feleségünket, férjünket, és nem tudjátok kiszabadítani. Ennyi idő alatt most már az eltelt hetedike óta néhány nap, tehát valamit kellett volna tenni. Nagy nyomás árul. nem szeretnék az izraeli vezetésnek a helyébe lenni, nagyon nagy nyomás árul. Tüntetések vannak, és nem csak Izraelben, hanem külföldön is. Tehát ebből adódóan azért komoly felelősség hárul az izraeli vezetésre, hogy most mit fognak csinálni. Én úgy gondolom, hogy ameddig lehet húzzák az időt, csak hogyha esetleg bekövetkezhet egy olyan, hogy az izraelek támadást hajtanak végre, akkor lehet olyan, hogy kivégzik a túlszokat, vagy azok ez nem az össze, nyilván néhány embert, vagy azt fogják mondani, hogy bocs, nem mi voltunk a hibások, az, az izraeli hadsereg támad bennünket, és hát megölték a túszokat. Erről, mi, támadó... nem, erről mi nem tehetünk rajta, kérjétek számon. Egy támadó izraeli hadsereget megállíthat az, hogyha elkezdik kivégezni a túszokat, és ezt kommunikálják is? Hát ez megint, megint politikai döntés kérdése, tehát el kell dönteni. Eddig korábbi támadások során, amikor a nemzetközi közösség nagy nyomást gyakorolt Izraelre, akkor úgy döntöttek, hogy most akkor befejezzük a műveletet, valamilyen megállapodás született, Tulajdonképpen lehet látni a ha Hamas részéről is, hogy ő már többször azt, hogy legyen tűzszünet, sőt, ezbe is volt ugye szavazás, tüszönetet illetően. Egyelőre az izraeli hadsereg tartja magát ahhoz az eredeti döntéséhez, hogy a Hamas nem gyengíteni kell, hanem megsemmisíteni. Tehát ettől kezdve ez a gondolatmenet nem biztos, hogy működik. Bárki külföldről, mondjuk az amerikai Egyesült Államok képes Izraelt más pályára állítani, ebben, vagy ebben már van megegyezés, hogy ezt fogják csinálni? Nem egyszerű kérdés ez sem, mert a felelősség nem az amerikai vezetésé, hanem az izraeli. Tehát az izraeli állampolgárok nem a biden Bidenen fogják számon kérni azt, hogy miért vannak ott a foglyok, és miért nem szabadították ki őket. Az amerikai vezetésnek az a célja, hogy ha támadást is végrehajtanak, az lehetőleg ne járjon azzal, hogy sok ember meghal mert tettük kezdve az erőszak az erőszakot szül, és akkor az erőszak nem csak a gázai övezetben lesz, hanem máshol is beleértve a közelkeleten az amerikai érdekeket. És azért van olyan 33 ezer katona jelenleg az amerikai Egyesült Államok részéről, a közelkeleten volt ott 500 ezer is, tehát most ez nem egy, nem egy nagy szám, de azért Kuwaitban, Bakrányban jó néhány helyen vannak amerikai bázisok, akiket meg lehet támadni. És erre már utaltak az irániak, és hát az, iráni vonal működik, ott azért mindig lehet találni olyan embert, akik meréletet hajtanak végre, akár terrorcselekményt is, akár öngyilkos merényletet is, ami nyilván érinti az Amerikai Egyesült Államokat. Hát azért vezényeltek oda elég sok katonát, azért vannak ott a hajók, hogy az eskalációt megakadályozzák. Azzal, hogy most Izraelben mi történik, azzal ők annyira nem foglalkoznak, illetve hát azt csinálják, hogy amiket kértek, haditechnikai eszközöket, azokat pótolják. Hát nyilván nem nagy titok az, hogy a vaskupolának a rakétai folynak. Rengeteget indítottak már, és hát erre szükség van, ezt kérték az izraeliek, hogy szeretnének ilyeneket kapni, szeretnének kapni 155-ös tüzérségi lövedékek, előszereket, és hát ezen kívül vannak ezek a speciális úgynevezett bunkertörő bombák amikkel az alagútakat próbálják meg támadni. Hát ezeket már szerintem ott vannak, tehát kaptak ők ilyeneket. Korábban is kértek, kaptak is. Amerikaiaknak vannak olyan bombáik, amivel le lehet hatolni nagyobb mélységekbe, sőt is lehet, hogy lehetséges, hogy szinteken át tudnak menni. Tehát átmegy egy betonrétegen, és utána még alattabban van, oda is le tud menni. kérdés az, hogy mi a szándék. Ilyeneket biztos, hogy már vattak. Lehet, hogy a hadműveletek folyamatában ezeket fogják alkalmazni nem lennék meglepve egy percet se. Ja, igen, csak ott vannak a túszok nagy valószínűséggel. Hát lent itt lent a bunkerben. Akkor, ha ott, ott, egy robbanás történik, akkor ennyi. Tehát itt összefüggenek a dolgok, és hát szerintem is az lenne a normális megoldása a túlszok ügyében megegyeznének. Ezzel nem siet a Hamas meg nem siet az izraeli vezetése, ezzel gyakorlatilag lehet húzni az időt mindkét fél részéről. Csak hát az a nyomás, amit az előbb említettem a lakosság részéről, azért az nagyon kemény a, lakos, a kormányzata szembe. Tehát ők elvárják azt, hogy itt történjen valami a túlszakkal. Értető módon, tehát ez mondjuk semmi furcsa dolgot nem jelent. Hát ezért látogatott el mondjuk a miniszterelnök például a vacsorákra, tehát a szabad vacsorákra, ahol meg volt terítve az üres asztal, és hát próbál a hozzátartókkal beszélni, próbálja őket megnyugtatni. Nagyon nehéz ennek a kérdésnek a rendezése. Nagyon nehéz az oda történő lemenettel, tehát itt, itt ehhez be kell menni, nagyobb erővel, föl kell tárni, és most folyik a felderítés, hogy hol van ezek, hol van ezeknek a, a, a alagutaknak a bejárata, hogyan lehet ezeket megsemmisíteni, vagy egyáltalán megtámadni. Ehhez információ kell, és napra kész információk különben nem tudnak bemenni. Az kiderült valahonnan, hogy mi lehetett a Hamász eredeti terve, amikor október 7-én támadást indított. Azt lehetett tudni, hogy ezután egy sikeres támadás után egy erős válaszcsapás jön. Ez nem lehetett egy cél. Nem, a cél az volt, hogy azt a helyzetet, ami kialakult Izrael és a Hamasz között, azt megszüntetni. Tehát ez ne folytatódjon tovább, hogy minket bezárnak egy területre, onnan sehová nem mehetünk, ez nem úgy van, mint a, mit tudom, valaki a nyári ruháját beteszi a szekrénybe, és ott hagyja, itt emberekről van szó. Tehát ezeknek kell ellátás, ezeknek kell mozgási lehetőség, és hát ezt akarták megszüntetni. Ezen kívül ugye az első cél az volt, hogy minél több izraeli fogja ejtsünk Be is jött, ezt csinálták azokat a kibucokat, amik ott vannak a határ túloldalán, tervszerűen pontos felderítés követően támadták meg. Tehát látszott az, hogy ezek nem úgy mentek oda, hogy akkor most e, majd keressük valami házat és megtámadjuk, hanem pontosan tudták, hogy melyik kibuc, milyen házát kell megtámadni. Na most ebben nyilván azok az emberek, akik Izraelbe dolgoztak, mert azért átjártak ott egy páran a palesztinok közül, azok összegyűjtötték az információt. Hol vannak olyan házak, amelyeket könnyen meg lehet, tem, meg lehet támadni, milyen helyekre célszerű bemenni, ezeket leadták, és ennek megfelelően készültek el azok a tervek, amire a Hamas-emberek mentek az izraeli területekre. De azt remélték, hogy ezek után szabadabb lesz a kiárás a gázai vezetből Izrael felé. Ezek hogyha után leülnek embereket izraeli területekre. Remélték, azt remélték, hogy ezt a helyzetet, ami most van, azt meg tudják változtatni, és még most is azt remélik, tehát ennek nincs vége. Ők azt gondolják, hogy itt kell valami olyan megállapodás, hát most mondjuk azt, hogy két állam, két nép, két állam, amire az izraeli vezetés nem akar hallani. Most ha megnézzük az izraeli kormányt, ami tele van vallásos emberekkel, akik utálják a, palesztinokat, Cisziordániában is, támadják őket naponta, kimegy a földjére, mondjuk leszedni a olajbogyót, akkor lelevik őket. Tehát ilyen, ilyen a helyzet jelenleg Cisziordániában. Ők azt mondják, hogy ezt meg kellene valamilyen módon változtatni, és ehhez a lehető legrosszabb módszert választják, izraeli részről is, és palesztin részről is. Tudom, hogy nem mindenkinek tetszik, amit most mondok, de ennek nincs katonai megoldása. Tehát itt egy politikai megoldásra ez szükség, ez 1948 május után nem működik. Kell Izraelnek számítani? Illetve voltak időszakok, amikor... Egyszer majdnem sikerült. Csak megbukott a kormány. Igen, hát az igen, meg hát az Arafat azt mondta volna, hogy elfogadja, akkor, elég komoly területek kaptak volna, de akkor meg őt lelövik, szóval. Nehéz, ez El. a nehéz kérdés, ennek a megoldása az, az, pillanatilag szerintem az esély az nagyon kicsi. Kell -e Izraelnek arra számítania, hogy belép még valaki a háborúba ellene? Az ettől fél az izraeli vezetés, hogy mondjuk a Hezbollak részéről indítanak néhány rakétát. Na most ahhoz képest, ami a Hamasznak van rakétája, a Hamasznak a rakéta készlet az gyerekjáték, ami a Hezbollak részéről rendelkezés ugyanígy a lakutokba. Tehát Dél-Libanonban rengeteg eszköz halmoztak fel az elmúlt években, ezeket Iránból szállították, Szíriába tudjuk, amikor csapások voltak, ezeket próbálták az izraeliek megsemmisíteni. Az orosz, orosz részű kacsintás volt, tehát ők, ők, ők is tudják pontosan az oroszok, ott van az Eszen-Itszálas rendszer, tehát ők pontosan látják és tudják, ott, hogy ott milyen mozgások vannak. Hát ott a Hezbollah föl van készülve, de ismeretem szerint a Hezbollah nem akar támadni. Tehát, hogyha a Hezbollah támad, akkor az azt jelenti, hogy ő utasítást kap arra, hogy tessék támadni. Ki utasíthatja? Ajatollah. Akar háborút? Mit lehet vele? Nem, nyerni? Biztos, hogy gondolkodik? Ne, ő a háborút akar, hát ott is megvan a kellősítő gyűlölet, tehát ezzel nincs probléma. Ő nem szeretné azt, ha Irán be, bekerülne ebbe az egész háborúba. Ő, ő azt akarja, hogy módon, tehát magyarul az utolsó Hezbollah harcosig lehetne harcolni eh, Izrael ellen, és hát Izrael megsemmisítése elég nyílt és világos célja Iránnak, viszont a helyzet az, hogy ők nem akarnak ebbe belekeveredni. A Hezbollah sem akar, csak azért mondom, hogy ha rákényszerítik, akkor nem tud. Más csinálni. Ugyanakkor a Hezbollah, mint Libanonban kormányzati tényező, hát szeretné a politikai szerepét is megőrizni. Nem csak a katonai szervezetként akar tevékenykedni, ami azt jelenti, hogy nem akar nagyon összeveszni a libanoni vezetéssel. Most ha megnézik az erőviszonyokat Libanonban, akkor a Hezbollah sokkal, de sokkal erősebb, mint a libanoni hadsereg a libanai hadsereg meglehetősen ócska, hadit, régi, elavult haditechnikai eszközökkel rendelkezik, és hát lehet látni azt, hogy ők azért félnek attól, hogyha a Hezbollah támadást indít, Izrael ellen rakétákkal, akkor bejutott le fogják bombázni az izraelek. Ezt meg is mondták, tehát ez nem, nem nagy titok. Ugye aztán tudjuk azt, hogy ott van egy 10.500 fős nemzetközi szervezet, a Unifil, az ENSZ ideglenes csapatok Libanonban, de korábban vannak, nem olyan messze az izraeli-libanoni határtól. Hát ők is kaptak már egy-két rakétát, ott vannak a magyarok is egyébként, van 15 fő körülbelül, akik a Unifilmnek Unifil a, a állományába a szolgálnak, és hát őket most széttelepítették különböző, úgy hívják a Team site tehát különböző ellenőrző pontokon, figyelik a mozgást és hát nyilván a mozgásról nem az izraeleket tájékoztatják, meg nem is a libanoni hadsereget, hanem az ENSZ-et. Tehát azért az ENSZ azért képviselteti ott magát, és hát nagyon sok olyan országból vannak ott katonák, Például indiaiak, sokan vannak, ausztrálok is vannak, ha jól tudom, sok, sok van a közel-keletről, illetve afrikai országokból. Viszont hát, nekik az lenne a feladatuk, hogy lehetőleg próbálják megakadályozni azt, hogy támadás legyen a Hezbollah részéről. Ha onnan megindul a támadás, és ettől nagyon tart az izraeli vezetés, mint ahogy a gázai háború előtt is erre számított, akkor nagy baj van. Tehát az ő rakétáival mindent el lehet érni Izrael területén, és hogyha megnézik az izraeli ö, városokat, hát olyan, mint Hajfa, ami egy ipari város, ami egy kikötőváros. A környéket tele van, ilyen gáztartár, meg olyan vegyi üzem, ha azokat megtámadják, akkor abban nagy baj van. Illetve hát Izrael egyes részét el tudják érni, Libanonból nem is kell nekik támadni. Ezért figyelnek oda nagyon. Az izraeli hadseregnek majdnem annyi embere van a libanoni határmentén mentén felsorakozva, mint a gázai vezet mentén. Tehát Izrael még mindig úgy gondolja, és azt tartja, hogy a nagyobb veszélyt jogosan a Hezbollah jelenti számukra. Ott különben békeidőben is a kocsik állandóan ott vannak a határmentén, tehát fedezékben vannak, bennül a személyzet, és várják azt, hogy indulhassanak. Amikor romlik a helyzet, akkor szintén előre kiépített tüzelőállásokból elviszik a tüzérségi eszközöket, a 155 mm-es önjáró taraszkokat, és ezt gyorsan tudnak támadást indítani, ha éppen nagyon akarják. Tehát ott az elég sok katonai van a Golán és hogyha ez kell, akkor ezeket bevetik. Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Kisberedek József biztonságpolitikai szakértő a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanára, korábban Izraelben szolgáló katonai atasé volt az Inforádió arénájának vendége. Ez az Inforádió arénájának rendkívüli kiadása volt, mert az izraeli hadsereg megkezdte a gázai szárazföldi műveletek második fázisát.